A nagy hétvégi versenydömpingből a budapesti honvéd dzsúdósai sem maradhatnak ki, ugyanis itt is országos bajnokságot rendeznek, mégpedig Kecskeméten, amin a BHS dzsúdó szakosztályának krémje is képviselteti magát. Csizmadia Zoltán szakosztályigazgatót kérdeztük az elvárásairól. Hétvégén Kecskeméten kerül megrendezésre az országos bajnokság. Az Európa-bajnokságon induló csapatunk az országos bajnokságon is elindul. 5 versenyzőt érint ez a szakosztályból. Karakas Hedvig, Gorjanác Zsolt, Szabó Katinka, Salánki Evelin és Vér Gábor. Őket elindítjuk az országos bajnokságon is. Nagyon nagy terhet ró ez a tavaszi időszak a versenyzőkre, mivel rengeteg versenyük van, folyamatosan megy a IGF World Tour versenysorozat, ezért 3 versenyzőnk nem a saját súlycsoportjában indul, hogy ne kelljen fogyasztaniuk. Egy súlycsoport a följebb, de természetesen így is érmeket várunk tőlük, akár aranyérmet is. A fiatalok közül, ifi junior versenyzők közül 5 indulnak. Közülük a fiúknak inkább ez még csak ismerkedés a felnőtt mezőnnyel, de a lányoktól szintén érmeket várunk, akár aranyérmet is. Csak a Honvéd!